Mi történt Bastien Lloyd a szteroid test átalakulása után? Maradjatok velem! Üdvözlök mindenki, Sztori Elemek, és a mai alkalommal szintén érdekes dolgot hoztam. Az előző Bastien Lloyd szteroid test átalakulásos videóknak hoztam a második részét, úgymond a következményeit, és el fogom ebben a videóban mondani, hogy mi az Isten van most Bastien Lloyddal, azóta mi történt vele, amióta hát megcsinált ezt az 5 éves szteroid kúráját, merre vette az élete az irány, és igazából mindent, amit tudni kell róla, és hát életéről és dolgairól. Úgyhogy vágjunk is bele. Bastien Lloyd 5 év cucc használat után így nyilatkozott az Instagramon. A Bastien Lloyd teszt végül a végéhez ért. 5 év hullámvasút után nem bánok semmit, amit tettem, hiszen rengeteget tanultam belőle, és velem együtt mások is. A tapasztalataim nagyon sokat segítettek az embereknek, viszont nem tudok már innen feljebb menni, csak is lefelé. Csinálok egy videót majd a tapasztalataimról és testépítésről, mint doping sportról, majd olyan videó is lesz, ahol még jobban kivesézzük a testépítés árnyoldalait. Na most megnéztem a videóját, és a videójának a lényege abból áll, hogy leállt ugye a cuccról, a cucc használatáról, nem kokszol többet, azért mert a feleségével szeretnének egy gyereket, és attól fél, hogy negatív hatással lesz a cucc a babára. Figyelmét már inkább a biznisze, brandje építésére fordítja, és majd családjára, hogyha lesz. Ha egyáltalán összejön neki, ezután az 5 éves kúra után, jelenleg a srác drogkereskedelemből él, és hát ugye nevelett a testépítésben, elhíresült és rajongói lettek, és így építette fel a brandjét. De milyen áron? Sok pénze lett, de milyen áron? Ez a kérdés. Jelenleg a cucc abbahagyásától még érzelmi hullámvölgyei vannak, egyszer fent, egyszer lent, sokszor depressziós, és hát sokszor nem tudja, hogy mit akar az élettől, vagy hogy mit csinál az életével, vagy hogy mit csináljon az életével. És sajnos az is lehet, hogy nem lehet gyereke, igazság szerint. Úgyhogy nem lehet tudni, milyen negatív hatásai voltak a cuccnak rá. Ő azt mondja ennek ellenére, hogy az életben elért mindent, amit akart, szinte mindent, ugyanis egyik nagy álma az volt, hogy profi testépítő legyen, ami sajnos nem jött neki össze, viszont ezen kívül álma volt, hogy rajongói legyenek, legyen egy jól menő vállalkozása, biznisze, barátnője legyen. Ő szerinte az élete már sinem van, és nincs szüksége a szteroidok segítségére többé. Most azt mondja, így már nincs értelme a kokszolásnak, hiszen többet nem fog már elérni a használatuktól. Magyarán a kokszot arra használta, hogy felépítse brandjét és hogy elhíresüljön. És most jön a haba tortán, Lee Priest reagált erre az Instagram posztra egy Instagram poszttal, ami a következő. Lol, szerencsétlen srác, azt mondja, mindent a cucnak köszönhet. De mit is köszönhet neki? Nincs akaratereje, kitartása, agya se, izma se, és még profikártyája se. Kibaszott idióta. Mi a fasz tanít ez? A gyerekeknek azt, hogy minden szart beszedjenek és szarul is nézzenek ki? Lee Priest így vélekedik. Szerintem igaza van, viszont döntsétek el ti. 5 kérdésem lenne hozzátok. Első, ti mit gondoltok erről az egészről? Erről az egész Bastien Lloydos történetről, szteroid test átalakulásról. Második, ahogy már említettem, én igazat adok Lee Priestnek 100%-ban, én egyetértek vele, de ti mit gondoltok Lee Priest reakciójáról? Harmadik, szerintetek mi lesz Bastien Lloyddal a jövőben? Mi lesz vele? Lesz gyereke, egészségügyi problémái lesznek, stb. És a negyedik, szerintetek lesz egy gyereke Bastien Lloydnak, vagy a cucc teljesen tönkretette a testét és az egészségét? Válaszoljatok meg ezeket a kérdéseket, és ahogy tudok, majd reagálok rá. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, és informatívnak gondoltátok, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy nyomjon rá egy lájkot, osszátok meg, írjátok le kommentbe, hogy mit gondoltok, ahogy már említettem, és válaszoljatok a kérdésekre, légy szíves, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra még több ilyen videóért. Ha nem láttatok a szteroid test átalakulásos videóját ennek a srácnak, akkor a linkben megosztom veletek, és meg tudjátok majd nézni, ugyanis ez a videó arra a videóra épül. Úgyhogy ennyit erről. Köszönöm szépen a figyelmet, Tari Ádám voltam. Peace!